Három nap alatt két helyszínen 33 mérkőzést játszottak a csapatok. A két alsó korosztályban, a gyermekben és a tiniben összevonták a résztvevőket a szervezők, mivel nem jött össze a tervezett létszám. Ebben a korcsoportban is a hazaiak bizonyultak a legjobbnak, csak úgy, mint a serdülőknél és a kadetteknél, ahol magyar élcsapatok utánpótlás együtteseit és Szlovákiából, valamint Romániából érkezett riválisokat előzött meg a nyíregyházi kosársuli. A másik két korosztály az viszont egy igen sok színvonalas jó mérkőzéseket hozott, és igazából lefutott mérkőzés soha nem volt. Annyi volt csak, hogy minden mérkőzésünket meg tudtuk nyerni, mind a két korosztályban. A kadetteknél ott hármas körbeverés volt, nem is hármas, négyes körbeverés volt. Tehát négyes körbeverésből került ki végül is a második, harmadik, negyedik helyezett. A Debrecen volt az, aki egy picit talán nem vette olyan komolyan, vagy nem hozta le azt a játékos állományát, aki valóban ebben a korosztályban rendelkezésre áll. Valószínűleg náluk is vannak ilyen problémák, hogy nyaralás és minden más egyéb, de nagyon jó volt, a csapatok nagyon örültek neki, tehát már most a csapatoknak a 90%-a jelezte, hogy ha jövőre ilyen tornát szervezünk, akkor nagyon szívesen részt vennének rajta. A torna keretében pályára lépett a felnőtt csapat is. Farkasinszki Orsolyáig kétszer is nagy különbségű győzelmet arattak a Nyíregyházán edzőtáborozó Szolnok ellen. Egy pörgős játékot tudtunk játszani, ugye miután sok fiatal, illetve kis emberünk is van, elől rengeteg csapda és labdaszerzés volt, úgyhogy így kényelmes volt, fogalmazhatunk így. Hátul igazából a lepattanókat kellett összeszedni, hogy egy-két olyan csapdából a labdákat, amivel a indításból megoldották, ugye, úgyhogy így igazából nem volt különösebben probléma. A bajnokságok kezdetéig már sem az utánpótlás csapatok, sem a felnőttek nem vesznek részt felkészülési tornán. Utóbbiak még néhány edzőmeccsel hangolnak a szeptember 24-én esedékes szezonnyitóra.